A Hagoregumo Csavargó felhő című produkció kevés szöveggel, a mozgás segítségével meséli el a történetet, amely egy szerzetesről és egy házaspárról szól. Az előadásban kiderül, a szereplők hogyan viszonyulnak a velük és körülöttük történő dolgokhoz. Döbrei Dénes szerint az előadás elsősorban arra keresi a választ, hogy mi módon változik az ember lelke a külsőségek hatására. Az alkotók többek között Mishima és Kurosawa szamuráj kódexét, valamint a zen filozófia és művészet motívumait is felhasználták. Ennek a történetnek ettől a pillanattól kezdve 3-4 vonatkozata van. A hölgynek a szemszögéből, a szerzetes szemszögéből, a férfinek a szemszögéből. Ezt a különböző szemszögeket próbáltuk valami módon egybegyűrni, megmutatni, hogy egyáltalán az ember lelke mi módon változik, mi módon alakul a természet a külsőségek behatására. Az előadásban Varga Heni színművész táncost és egy fiatal japán színészt, Noriót is láthatja a közönség. A produkció egy hónapon át tartó alkotómunka során valósult meg a nyári mozi színházi közösség kelebiai próbatermében. A japán művész azt mondta, mindaz, ami a térségben történt az elmúlt időszakban, rá is nagy hatással volt. Az előadást élőzene kíséri Milán Nenin és Ábrahám Máté előadásában. A bemutató szombaton este 7:30 lesz a Kosztolányi Dezső Színházban. A nyári mozi színházi közösség a jövőben több nemzetközi produkciót is készít.